Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A fő papnő üzenete neked. A fő papnő őrzi a titkok könyvét, az Akasok krónikát, ahol benne vannak a sors utak. A sors utak kereszteződése is, amikor találkozásokról van szó, vagy jelentheti a sorsdöntő változásokat. Mit üzen most ez a főpapnő? A fő téma itt található középen. Itt van egy hamis személy a háttérben. Ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is. Valaki a környezetedben, vagy a családban, vagy a munkahelyen, vagy a baráti körben, de az is lehet, hogy ez a hamis nő az ő ex barátnője, vagy a volt feleség. Tehát légy óvatos. És hogy alakulnak a dolgok? Ezen a képen látható, hogy a fő papnő azt üzeni, ne küzdj ezzel a hamis személlyel, hanem húzódj vissza. Őrizd meg a belső nyugalmadat. És legyen itt egy elképzelés, egy kép, mint ez a szent kép, hogy minden jóra fordul. És ez erősít téged belülről. A következő képen látható itt egy fiatal férfi. És ez a fiatal férfi átnyújtja számodra ezt az ezüst, illetve arany kelyhet. Ez az arany kehely utal a víz elemére, és a víz eleménél élszelmekről van szó. Ez a fiatal férfi kimutatja az érzelmeit. Nyitott egy új kezdetre is. Lehet, hogy tényleg fiatalabb, mint te vagy, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez lehet egy idősebb férfi is, fiatalos kisugárzással, vagy jelentheti azt is, hogy itt lesznek újdonságok, vagy egy új kezdet. Itt a 8-as szám még egy 20-a vonára utal. Itt rendezni kell valamit, vagy neked, vagy neki. Itt az arany érméknél pénzről van szó. Az is lehet, hogy ez a hamisság az anyagiak miatt van. Amit még az arany érmék jelentenek, az a munka. Tehát az is előfordulhat, hogy ez a hamisság a munkahelyen történik. Ez a kártya utal a föld elemére, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Utal a biztonság érzetére, egy talaj a lábad alatt. Jelenleg még olyan húzavonás minden, tehát bizonytalan, viszont szeptember hónaptól itt javul a helyzet, megtalálod a helyedet, egy stabil párkapcsolat, és lesz egy stabil talaj a lábad alatt. Amit még az érmék jelentenek, a belső értékek. Te értékes vagy számára, hamarosan nyitott lesz arra, hogy erről beszámoljon. Itt megvannak nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél a vágyak, az érzelmek, az álmok. És itt a másik kártya utal arra, hogy ez egy szent dolog, neked is, neki is. Amit még ez a lelkész jelent, ő esküszik valamire, mégpedig arra, hogy ez az álom, ez a vágy, ez a kívánság
beteljesül, hiszen itt látható már az állandóság. Meg lesz a biztonság, vagy a biztonság érzete azon a területen, amiről te most álmodozol. Hogyan tovább? Itt is látható egy hamis személy, itt egy hamis nőről van szó. A második kártya, az utazás jelentheti azt, hogy ez a nő külföldön él, vagy sokat utazik. Ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület, egy közös munka, de itt látható a hamisság. Amit még ez az utazás jelent, hogy te eltávolodsz ettől a nőtől, lesznek változások, az lehet még egy költözködés is. És a harmadik kártyán látható, hogy minden jóra fordul, nem csak a kapcsolatok között, vagy az, ami a munkát illeti, hanem jól alakul minden a szerelmi élet területén is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!